Hát a nevem is Szabó Józsefné, elárulom, hogy a férjem is cigány, az ő apukája is cigány volt, úgyhogy Szabó név, nem tudom honnan ered, nem cigányos név. Úgyhogy jól be vagyunk integrálva állítólag. Arról kellene beszélnem, hogy 1848-as szabadságharc idején mennyi magyarországi cigány elesett a hazáért, Magyarországért. Az adatok szerint több mint 6000 cigány halt meg, adta a vérét 13 éves kortól egész 58 éves korig, és voltak nagyjaink is, akik Kossuth alatt szolgáltak. Én felírtam a neveket, Sárközi Ferenc, Kálózdi János, ő például a Dembinszki hadtestében szolgált, Sági Balog János, Pityó József, Kolozsvári Salamon, csak egy pár név, de még ugye a jelöletlen sírhelyeknél mindenkire meg kell emlékeznünk, mert ők is magyarok. 1800-as évekből akkor úgy érezhették, hogy a hazáért a vérünket, vérüket kell ontani. Én ezt ma is megtenném. Négy fiút szültem Magyarországnak, egy lányt. Én a mai napig a véremet ontanám, ha kell. Azt mondanák az emberek, Magyarország azt mondaná, cigányok, keljetek fel, én biztos ott lennék nőként, és a három gyermekemet is biztos, hogy áldoznám. Mondanám nekik, menjetek harcolni Magyarországért, mert a miénk. Ahogy Kölcsey is azt mondta, add a fiad vérét. És akkor, amikor ezt olvastam, akkor nem igazán értettem, miért adjam én a gyerekem vérét a hazámért. A legjobb a szélsőséges ideológia, akik azt mondják, takarodjatok haza. Na most hol a haza? Nekem ez a hazám. Ha mindannyian elmennénk, mi magyarországi cigányok, ki muzsikálna Magyarországnak? Magyar nóta nem lenne. Ez az első, ami eszembe jutott. Érdekes. Akkor egy kultúra elveszne, a magyar nóta kultúrája. Azért sokaknak ez nem is jutna eszébe, a nagy szélsőséges ideológiának. Rengeteg értéket vittünk, hoztunk és kaptunk Magyarországról. Az elmúlt 25 év a legnagyobb válság volt a magyarországi cigányság életében, a nagy rendszerváltás. Mi lettünk a legnagyobb áldozatai. 25 éve próbálkoznak a kormányon annó lévő, a jelenlegi lévő nagy politikusaink integrációs programokkal segíteni. És azt mondják, milyen sokba kerültünk mi nekik. Ha olyan sokba kerülnénk, hogy kerültünk volna, akkor nem itt tartanánk. Én úgy gondolom, ez egy óriási hiba. Az álprogramokból elegünk van. Elegünk van azokból az alaptörvényekből, amiket ránk testálnak, és a többségi társadalom meg csak azt látja, hogy mi erre alkalmatlanok vagyunk. Mert mi buták vagyunk, értéktelenek vagyunk. Mi nem vagyunk jók semmire. Menjünk Auschwitzba. Nem megyünk sehova. Én kijelenthetem, én nem fogom elhagyni Magyarországot. Nem fogom engedni, hogy a gyerekeim elhagyják Magyarországot. Nem fogom tűrni, hogy cigány ügyként kezeljenek. Magyar ügyként kell kezelni minket, átlátható programot, tisztább programot, és ne engedjék el a kezünket. Országosan járom a kis településeket. Sajnálatos, 21. században élünk, és azt a nyomort, azt az életminőséget elborzasztó, amit ott tapasztalunk. Oda kell levinni ezeket az állítólagos programokat, ami több milliárd forintba kerül a kormánynak, és nem elengedni a kezét azoknak a családoknak, akiknek szüksége van rá, mikor lejár ez a program. Szegregációval kapcsolatban az is egy más kérdés, ugye? Szegregált iskolák. A szeretett teljes szegregáció, nem kérünk belőle. Egyenjogú partnerként kezeljenek minket. Segélyt sem kérünk, munkát kérünk. Előítéletes mentes,
foglalkoztatottságot, és sorolhatnám még a panaszomat, ha Magyarország ezt panaszként veszi. Én nem panaszkodom. Én egy fehér cigány asszony vagyok, de belül magyar vagyok, magyar az anyanyelvem, és ha nem hiszi, akkor vegye el, próbálja meg. Pedagógus szeretnék lenni. Persze azért, mert olyan jól fizet. Nem azért. Mert azt gondolom, az oktatásban minél több cigány származású emberre van szükség, mert az értékeket, ami a cigány identitásunk része, azt az oktatásba bele lehet vinni. Olyan programot szeretnék megvalósítani és előterjeszteni az oktatásügyben, hogy részt vegyen a cigány identitás a magyar identitással egyetemben. Mert mi egyek vagyunk, közel 800 éve itt élünk, és mégsem vagyunk elég jó nektek Magyarország, de mégsem tudtok minket teljesen elkergetni. Milyen érdekes, én azt látom, hogy a migráns kérdéssel nagyon foglalkozunk, a magyarok pedig elmennek, a magyarok kivándorolnak, a cigányok meg itt maradnak. Hogy van ez? Most ezt nem értem. Ezt valaki majd magyarázza meg nekem. A jobb megélhetés reményében elhagyják Magyarországot. Itt is meg lehet élni, lehet boldogulni, ha hagyják. Nagyon nehéz beszélni cigányként, magyarként, mert soha nem fogadnak el, úgy érzem. Nem fognak, de csak egyetlen egy mód van rá. Ha összefogunk, ha megértetek minket, ha elfogadtok minket, mert mi csak próbálkozunk, bizonyítjuk nektek, hogy mi megfelelőek vagyunk, hogy mi már igenis nagyon magyarok vagyunk. De úgy látszik, még talán lehet, hogy 800 év kell hozzá. Azt én nem érem meg, de én minden erőmmel azon leszek, amíg élek, amíg taposom a lábam alatt a magyar földet, hogy pedagógusként és magánemberként is minden fiatalba bele fogom vésni a fejébe, hogy te magyar vagy, nem csak cigány. Te magyar cigány vagy, te romungro vagy. Szeretném végezetül egy idézetet. Nagyon megfogott Mikszáth Kálmántól. A magyar ember szereti keresni az igazságot, de nem szereti megtalálni. És ha mégis megtalálja, mindjárt beleúj. Ilyenek vagyunk mi magyarok. Köszönöm szépen.